Korán reggel indul a nap a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyei Karitász Ungvári Szociális Központjának pékségében. Kenyeret, valamint többfajta pékárut sütnek a Salánki Görög Katolikus Egyházközségben működő szeretetkonyha a rászorulók és a belső ukrajnai áttelepültek számára. Jó kedvel érkezünk a munkába, mert tudjuk, hogy egy nemes ügyet szolgálunk. Az itt elkészült termékekben benne van a mi szeretetünk is, mert tudjuk, hogy olyan helyekre vagy emberekhez kerülnek, akiknek nagy szükségük van rá. A kenyér mellett különböző péksüteményeket is készítünk. Persze mindent a jól összeszokott csapatunk végez, a dagasztástól a sütésig befejezőleg. A szükséges lisztet a Salánki Görög Katolikus Egyházközség a Magyarok Kenyere program keretében felajánlott búzájából fedezik. A kész kenyeret pedig a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyei Karitász juttatja el a nagyközségbe. Érkezett egy olyan kezdeményezés, hogy azt az összegyűjtött búzát, amit a helyi gazdáktól gyűjtöttünk össze az egyházközség, hogyan tudnánk a rászorulók részére fordítani. És akkor jött az ötlet, hogy az összegyűjtött búzát mi kenyérré változtatjuk. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Karitász pékségében heti rendszerességgel tudtunk abból a búzából, a búzának az értékéből kenyeret készíteni, és hetente tudtunk az itteni rászorulóknak, az itteni a szeretett konyhának, a támogatottjainak az étel mellé még egy friss kenyeret, egy szeretett kenyeret is adni. Így hát ez a különleges kapcsolat jön létre, hogy az itt megtermelt búzából, amit a helyi gazdák ajánlanak fel jótékonysági célra, a helyi rászorulók azok, akiknek igazán szükségük van, mert vagy egyedül maradtak, vagy már olyan körülmények között élnek, amely azt feltételezi, hogy szükségük van a segítségre, étkezhetnek, és valóban ezzel is megkönnyítjük a mindennapjaikat ebben a nehéz időszakban. A salánkiak példáját követve remélhetőleg több egyházközség csatlakozik a programhoz. Ebben az esetben a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyei Karitász vállalja a kenyér célba juttatását, ezzel is gondoskodva minél több szükséget szenvedő ember ellátásáról.